Napot, sziasztok! Krisztián vagyok, és ebben a vlogban szeretnék néhány szót mondani a méz kimelegítésről. Itt egy hordó méz, ez repceméz, amint láthatjátok, így bekristályosodik, ugyanúgy fehérre, úgy néz ki, mint a zsír, arra szoktuk legtöbbször hasonlítani. Egyébként viszonylag alacsonyabb tartalma, kicsit lúgosabb kémhatású, mint a többi méz, és ezért nagyon jó gyomorbántalmakra, magas a vastartalma, meg egy nagyon gyorsan felszívódó szénhidrát vérszegénységre szokták használni, vas hiányra, meg gyomor problémák esetén. De ennyit a repcemézről, de ezt igazából csak azért szerettem volna elmondani mivel hogy a méz kimelegítésről lenne szó, és akkor, és akkor ugye a repce az egy nagyon gyorsan kristályos azon, kristályosodó méz. Ez a méz ez nagyjából belekristályosodott már két héttel a pergetés után a hordóba. Ez így ilyenkor egy ilyen 120 literes élelmiszeripari szabványnak megfelelő hordó, mézes hordó. 120 literbe belefér durván 175 kg méz, és azt ö, ki kell melegíteni. Van egy ilyen merülőforraló, aki követ minket, az már láthatta többször is, ennek a segítségével ö, kimelegítjük szépen. Ez durván bő egy nap, mire átmelegszik az a gész, folyamatos melegítéssel, ö, kicsit felhabosodik a teteje, ezt amint ö, kimelegítettük, akkor szűrjük, egy napig ülepítjük, és utána üvegezzük. Amit még tudni kell a melegítésről, az az, hogy egyenletesen 40 fokon melegítjük, hogy ne melegítsük túl a, ne túl a mézet. Ugye 50 fok felett ugye a méz egy élő anyag, 50 fok felett minden enzim, minden jótékony hatása megy belőle, hogyha megfőzzük a mézet, ezért nem is ajánlott forró teába belerakni, meg ilyesmi. Így néz ki nagyjából a történet. És ezt elkezdtük most melegíteni, vagy elkezdtem most melegíteni. Hát egy két-három óra múlva már lehet, hogy annyira bele fog melegedni, vagy bele fog menni, hogy egy hoboknyit, ilyen 40 kilós vágócsapos edényeink vannak, és akkor ezt ilyenkor fel is dolgozzuk az egészet. Fogjuk négybe, vagy ötbe, öt ilyen vágócsapos edénybe leszűröm majd, ülepítem egy napig, hogy ne legyen habos a teteje, mint ahogy most is látható, és akkor ö, belerakjuk, üvegekbe a zsanival, az üvegezés után ez egy pár héten belül újra vissza fog kristályosodni, és akkor ugyan gyönyörű fehér lesz, olyan lesz, mint egy, mint egy üvegsír, nagyjából arra szoktuk hasonlítani. Ilyen lesz, mint itt. És, és nagyjából ennyi. Ilyenkor földolgozzuk, üvegezzük, és a hétvégén már a piacokon lesz, addigra nem biztos, hogy visszakristályosodik, sőt biztos, hogy nem, de, de a hétvégén már lesz, úgyhogy aki keresi, kereste már többször is azoknak ö, örömmel tudatom, hogy hétvégén már kapható lesz a megszokott piacokon, Kecskeméten a Széchenyi Városi Piacon, szombaton, ö, vasárnap a Szimplakert Hászái Piacán, Budapesten a Kazinci utcában, és hétfőn a egy piacon lesz elérhető a mézünk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor kedveljétek is hozzátok meg a barátaitokkal, sziasztok!